Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Emlékszem, pár évvel ezelőtt történt az egyik templomunk sekrestjéjében, már vagy valamilyen ünnep utáni elpakolással foglalatoskodtam, vagy valamit készítettem éppen elő, de lázasan molyoltam a sekrestjében, amikor az egyik testvérem oda tévedt mellém, és megjegyezte, hogy te Gottfried, te ezt szereted, ugye? És néztem rá őszinte csodálkozással, hogy vajon mit is? Miről beszélünk? Hát ezt a csendes háttérmunkát, hogy előkészíts, hogy rendben legyen, hogy ki legyen fésülve, hogy ott legyen. És rájöttem, hogy valóban, én ezt szeretem. Én szeretek ezzel foglalkozni, szeretem előkészíteni, szeretem rendben tudni a dolgokat. És talán valahol, most így június hónap végén, az évközidő 13. vasárnapja evangéliumának az üzenete, talán éppen ez. Ezek a csendes dolgok, az apróságok, hogy milyen jó kicsinek lenni, hogy milyen jó sokszor észrevétlennek lenni. Gyakran álmodunk arról, hogy nagyok leszünk, hogy nagyra növünk, hogy kinőjük magunkat, hogy átlépjük a saját árnyékainkat, csak azt mindig elfelejtjük, hogy a nagy embernek bizony messze is ér az árnyéka. Olyan jó néha kicsinek lenni. Olyan jó néha aprónak lenni. Olyan jó néha jelentéktelennek tűnő dolgokkal foglalkozni, és olyan érdekes, hogy ezek a jelentéktelennek tűnő dolgok mindig akkor kerülnek helyértéken a megfelelő helyre, és nyerik el a maguk sajátos jelentőségét, amikor hiányoznak, amikor nincsenek. Amikor senki nem csinálja meg, amikor nem gondoskodunk róla, amikor nem teszik elénk, amikor nem végzik el előttünk vagy mögöttünk, amikor mi magunk szembesülünk azzal, hogy bizony odaállni és tündökölni könnyű, de hogy ez menjen, hogy ez működjön, milyen sokaknak, mennyi munkájára van szüksége. Amikor ezt az evangéliumi szakaszt olvasom, akár vele összefüggésben Elizeus próféta történetét, hiszen mind a kettőnek valahol ugyanaz az üzenete. Aki engem befogad, aki egy igazat befogad, aki csak a prófétát azért fogadja be, mert próféta. És jelentéktelen dolgokról van ám szó. Csak egy párnát ad az az özvegy, csak egy takarót, csak egy tányérlevest, csak egy pohár vizet. Súlytalan dolgok. De annak, aki kapja, annak bizony megvan a maga nagyon sajátos, nagyon is fontos, nagyon is erőteljes és fajsúlyos értéke mindannak, amit mi semmiségnek, amit mi apróságnak gondolunk, az nagyon sokszor a címzett számára óriási. És én azt hiszem, hogy a keresztény életünkben sem a nagy dolgokat kell keresni. Nagyon rossz úton járunk, hogyha arra vágyunk, hogy léptennyomon jó illat kísérjen bennünket, ez maximum a néve a érdeme. Hogy rózsaszirmok hújjanak körülöttünk, hogy angyali karok jelenjenek meg, vagy harson a szó hangozzék. Ugyan már. A csendes csodák, az apróságok, a mindennapok jelentéktelennek tűnő dolgai azok, amik nemhogy elviselhetővé, de otthonossá, kényelmessé, biztonságossá tudják tenni az életünket, egyetlen oknál fogva, mert a szeretet béleli azt ki a maga sajátos melegével.